hirtelen bele hasít egy jaj. Jó, tehát tiri, jaj, jaj. Jó, tehát jaj, jaj, nem. Jaj. Jó, hirtelen föl kell jajdani. Na, még egyszer. Egyébként. Gólya-gólya gépice, mi törvéres a lábad? Török gyerek, jaj, török gyerek, jaj, faldal, bajnáj, gyerekedővel, dobbal. Gólya-gólya, a tengeri bokrosét világített haza, sípol dobbal. A képessé tenni az azt jelenti, hogy mi együtt képesek vagyunk létrehozni zenét a maga a legmagasabb színvonalon. És itt a gyerek azt éli meg, pláne egy kórusban, egy közösségben, hogy amire ő egyedül nem is gondolt, amire ő nem képes egyedül, az mégiscsak a közösségben megszületik és létrejön. És ezt egy nevelő úgy éri el, hogyha belesodorja, belevonza a gyereket ebbe az értékbe, ebbe a kapcsolatba. Belesodorni csak azt tud, aki maga benne él, aki belül van. Azt tud gyújtani, aki maga ég. Tehát borzasztóan fontos, hogy egy ízig-vérig muzsikus legyen az a tanár, aki ezt a kapcsolatot segíti a gyerek és az érték között. Innentől kezdve már a zene az, ami nevel, nem én. Amikor egy mondatba meg kellett fogalmaznom azt, hogy hogyan foglalom össze a hivatásomat, akkor ezt a mondatot találtam ki. Köszönöm, hogy veled, a jó pásztorral szolgálhatom azt, hogy életük legyen és bőségben legyen. Hogy szülessenek élő, éltető énekek és gyümölcstermő, éneklő életek.